Folytatom tovább a miért kérdésre adott válaszoknak az összegyűjtését. Az előző videó megszakadt, de ebbe a videóba folytatom tovább, tehát ez lesz a miért kérdések videójának a második része. Tudjuk jól, hogy a narcisztikus a valódi énjét elsorvasztva kreál magának egy hamis ént. És ez a hamis én csak akkor látszik meg, hogyha folytonos figyelemnek a középpontjába áll. Tehát a narcisztikusnak létszükséglete, hogy a másik ember figyeljen rá, és visszajelezze, hogy az ő hamis világa létezik. És minél több figyelmet kap a narcisztikus, annál többre van szüksége, és olyan lesz a figyelemtől, mint a drogosok. A figyelem az egy drog. Jól érzi magát tőle az ember, a figyelemnek fájdalomcsillapító hatása van, és hatalmas függőséget tud okozni. A fájdalomcsillapításra pont azért van szüksége a narcisztikusnak, mert hatalmas szégyenérzet él benne, amiatt, hogy gyerekkorában a szülei nem úgy fogadták el, ahogy volt, nem tudták az igazi énjét elfogadni, és ezért kialakított egy képzeletbeli hamis ént, de nem tudja, hogy ő milyen lenne valójában. A narcisztikus megreked a színlelésnek, az álmoknak a földjén, és nem tesz különbséget a fantáziája és a valóság között. Egy célja van, hogy nagyszerű legyen és fontos legyen. Ehhez pedig figyelemre van szüksége. Állandó identitásválságban van, és azt tapasztaljuk, hogy egy idő után minél jobban elhiszi a hamis világát, a hamis énjét, annál jobban elkezd vele azonosulni. Viszont az eredeti énjével, az eredeti világával azzal nincs kapcsolata. A hamis én az egy műalkotás, egy bálvány, és csak a figyelem élteti. Ha a narcisztikus előtt nem lebeg az ő hamis világának a képe, és nem figyel rá, mint egy látomásra, mint egy álomra, mint egy vizualizációra, akkor nem látja ő sem ezt a hamis világot, és úgy érzékeli, hogy nincs hamis világa. Emiatt állandóan figyelni kell erre a hamis világra, és ha ő erre figyel, akkor azt vesszük észre, hogy a többi embert szinte meg sem látja. Nagyon sokszor mondjuk azt, hogy nincs empátiája, nincs beleérző képessége, pont azért nincs, mert állandóan önmagát figyeli, állandóan a benne élő hamis képet, a hamis énjét, hamis világát figyeli, ennek az állképe, a vetített képe van ő előtte, és ez a vetített kép mindenkit és minden mást elfed, tehát nem engedi, hogy meglássa a valóságot. Tehát, hogyha a narcisztikus leveszi a szemét, a lelki szemeit erről a vetített hamis képről, akkor ez a hamis kép eltűnik előle. Ez olyan, mint amikor éjszaka álmodunk, látunk egy képet, aztán felébredünk, ez a kép megszűnik, majd amikor visszaalszunk, akkor vagy folytatjuk az álmot, vagy kezdünk egy másikat. Ugyanígy van vele a narcisztikus is, hogy a fejébe élő hamis kép az a valóság. És ez a hamis kép kiszorítja a valóságos embereket, valóságos szükségleteiket és a valóságos igényeiket. A narcisztikusnak szüksége van tehát rá, hogy önmaga is figyelje a hamis képét, és hogy más emberek is visszajelezzék, hogy ez a hamis kép, ez valóban létezik. Tehát elmondhatjuk, hogy ha nincs figyelem, akkor nincs vetített hamis kép sem, és ha nincs kép, akkor nincs narcisztikus sem. Mert hogyha a narcisztikusból eltűnik ez a hamis én, akkor nem marad semmi, marad egy nagy üresség, mert a valós énje, az igazi énje, az igazi világa, az már gyerekkorában elhalt, gyerekkorában eltűnt. Ez a képzeletbeli kép, ez csak a narcisztikus fejében van meg. Tehát egy másik embernek, egy normális embernek a fejében, akinek megvan a saját önképe, saját identitás tudata, annak az fel se tudja fogni, hogy milyen ez a hamis kép, amit a narcisztikus dédelget magáról. És ezt mi nem látjuk. Viszont a narcisztikus meg pont ezt várja tőlünk, hogy ezt tükrözzük vissza. Ezt igazoljuk vissza, hogy az ő hamis képe, az van, és az valóság, és az realitás.
de mi ezt nem tudjuk visszatükrözni, mert nem a mi fejünkben él, hanem az övében. Mi csak azt tudjuk elmondani, amit látunk, amit tapasztalunk minden nap, hogy hogy viselkedik, hogy szól hozzánk, mit tesz, milyen a munkája, milyen a velünk való kapcsolata, hogy kezeli az indulatait, milyen szokásrendszerei vannak, ezt a mindennapi valóságot látjuk. De a fejében lévő idealizált, grandiózus, hatalmas nagy kép önmagáról, ez a nagy hamis én, ezt mi nem látjuk. Viszont látjuk azt, amit meg nem akar, hogy lássunk, a valóságát, azt a valóságot, amilyen velünk szembe. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog, hogy olyat vár el tőlünk a narcisztikus, amiről nem tudjuk, hogy van, illetve tudjuk, hogy van, de nem tudjuk konkrétan a képeinek, az álomképének a részleteit, és nem is tudjuk visszaigazolni. Tehát nem az álomképére figyelünk, hanem mi őre figyelünk, a valóságára. Az ő igényeire, az ő szükségleteire, az ő viselkedésére, és minden tettünk, szavunk, minden, amit csinálunk, az ennek a valóságnak szól, nem pedig a fejében lévő hamis világképnek, hamis énképnek. A narcisztikus, ugye elmondtuk, hogy milyen nagy szüksége van a figyelemre. A figyelem az nem csak azt jelenti, hogy nézek valamit, vagy hallgatok valamit, és akkor konstatálom a fejembe, hogy igen, az van, igen, látom, igen, hallom, hanem a figyelem az ettől sokkal, de sokkal több. A figyelemben benne van az, hogy tekintettel vagyok a másikra, hogy becsületes vagyok, hogy elfogadó vagyok, hogy megfontolt vagyok. Benne van a figyelemben a tisztelet, a hűség, a szeretet, az udvariasság, a hála, a beleegyezés, az együttérzés, a hitelesség, a bátorítás, az erkölcsi támogatás, a megértés, a megbocsátás, a figyelemben benne van a bizalom, a dicséret, a segítségadás, az empátia, benne van a jó akarat. A figyelem az egy értékítélet. Méghozzá annak az ítélete, hogy amikor a narcisztikus nem figyel ránk, akkor kifejezi azt, hogy észrevétlenek vagyunk a számára, jelentéktelenek vagyunk, kevésbé vagyunk fontosak, hogy nem tart minket semmire, hogy ő a minden, és hogy tulajdonképpen csak arra kellünk, hogy a hamis világát visszatükrözzük, hogy a hamis énképének a kiszolgálói legyünk. Tehát amikor valakitől megvonjuk a figyelmet, vagy a narcisztikusok megvonják a figyelmet, akkor érvényre juttatják a saját értékítéletünket, ítéletüket velünk szembe, hogy nem méltatnak figyelemre, se szeretetre, se empátiára minket. A narcisztikus úgy gondolja, hogy az, amit felsoroltam az előbb, ami ez a sok-sok minden, ami benne van a figyelembe, hogy az csak ő neki jár, senki másnak, tehát ő neki kell a megértés, a bocsánat, a bizalom, a dicséret, a bátorítás, a jó akarat, a figyelem, a segítség, a szeretet, a kiszolgálás és egyebek. És ő ezeket nem akarja viszonzásképpen másoknak odaadni. Megtagadja a másiktól, úgy gondolja, hogy a másiknak nincs joga ezekre a jó dolgokra, mert dehumanizálja az embereket, és nem tekinti emberi lénynek a körülötte élőket. És ebben az értékítéletben, hogy csak neki jár minden és másnak semmi, ebben az is benne van, hogy ez a másik nem ér annyit, hogy ezt a sok-sok jót, amit ebbe a figyelemburokba csomagoltunk, hogy ezt a sok-sok jót ezt megkapja. Tehát tulajdonképpen a narcisztikussal együtt élők azok eszközök, olyan kellékek, akiknek az a feladata, hogy a narcisztikusnak a felemelkedését, a hamis világát, a grandiózitását biztosítsa. Sokszor azt gondoljuk, hogy a narcisztikus jó benyomást akar kelteni az emberekben. Hát van, aki igen, de van olyan is, aki nem. Ő nem jó benyomást akar kelteni, hanem ő grandiózus akar lenni. Felsőbbrendű akar lenni mindenki másnál. És ez pontosan azért kell neki, mert küzd a szégyennel, küzd azzal a szégyennel, amit a szülei által élt meg, és ez a szégyen, ami akkor gyerekkorában még nagyon képlékeny volt, nagyon formálható volt,
ez a szégyen az idők múlásával megkeményedett, és tulajdonképpen ezen nem is tud változtatni, ez a szégyenézet szinte beleégett a narcisztikusnak a lelki világába. A narcisztikus, amikor meg akarja szerezni másoktól a megbecsülést, illetve azért akarja megszerezni a másiktól a megbecsülést, mert a szüleitől nem kapta meg, hogy őt gyerekként tiszteljék, szeressék, megbecsüljék. És meg akarja dönteni azt a szülői ítéletet, hogy ő nem jó, nem alkalmas, nem szerethető, hogy nem tudja teljesíteni azokat a feltételeket, amit a szülei a szeretett feltételeiként határoztak meg. És be akarja bizonyítani a szüleinek, akár élnek, akár nem élnek már, hogy ő nem olyan, amilyennek mondták, ő nem úgy gondolkozik, ahogy azt a szülei látták, és hogy a szülők tévednek ő vele kapcsolatban. A narcisztikus ezzel a hamis énnel, hamis világával be akarja bizonyítani, hogy nincs oka a szégyenkezésre, hogy ő is valaki, ő is tesz érdembeli dolgokat, csak hogy ezeket úgy bizonyítja, ami nem elismerést vált ki a belőlünk, hanem valóban szégyenre méltó dolgokkal próbálja az ő nagyságát, grandiózitását bizonyítani, mert olyan eszközöket használ, olyan manipulációkat, olyan bántalmazásokat, amely tényleg szégyenre méltó és szégyelni való. Tehát a narcisztikus nem a becsületet, nem a szeretetet, nem az empátiát mutatja fel, hanem a gonoszságokat, a manipulációkat, a megalázást, a leértékelést, a megszégyenítést, az eldobást. És ez tényleg szégyenletes dolog, hogy a felnőtt ember így közelít a másik felnőtt emberhez. És tulajdonképpen a hamis én világával, hogy ezt ki akarja csikarni ennek a visszaigazolását, az ehhez használt eszközök miatt beteljesül, tényleg beteljesül az, amit a szülei mondtak róla, hogy csalódtunk benned, szégyentelen vagy, szeretetlen, méltatlan vagy, és tehát azt érzi a narcisztikus, hogy ebből a keserű múltbeli átokból, hogy ő szégyentelen, ebből ő nem tud megszabadulni. Nem tud megszabadulni, mert nem olyan eszközzel akar megszabadulni tőle, ami tényleg emberséges lenne, illetve nem olyan eszköz, amit nem kellene szégyelni. A narcisztikus minden embert azt szerint osztályoz, hogy tudja használni valamilyen szempontból, vagy nem tudja használni, tehát tudja a maga javára hasznosítani, vagy nem, nyerhetett tőle valamit, vagy nem, és mindenkit manipulál, mindenkit ki akar aknázni, csak az egyik ember ilyen módon, a másikat amolyan módon, tehát csak abban változtat, hogy melyik emberből hogy tudja kicsikarni a narcisztikus forrást, a narcisztikus ellátást. A narcisztikusnak az olyan ember kell, aki az ő hamis énjét, a hamis világát elismeri, visszatükrözi, csodálja, hajbókol előtte és kiszolgálja. Az ilyen ember az jó forrás, jó ellátás a narcisztikus számára, viszont hogyha valaki elmondja róla az igazságot, akkor azt fogja mondani, hogy az az ember rossz tükör, nem használható, ellene van, eldobni való. Amikor a narcisztikus elvárja a partnerétől, hogy a hamis énjét, a hamis világát, ezt a műalkotást, ezt a bálványt, ezt figyelemmel éltesse, és ezt erről nagyszerű dolgokat mondjon, akkor nagyon nehéz megértetni a narcisztikussal, hogy ez a hamis világ mennyi fájdalmat, mennyi bánatot és mennyi rossz dolgot eredményez. Ha te elmondod neki azt, hogy szembesíted azzal a sok-sok mindennel, amit tett ellened, családod ellen, a gyerekeid ellen, elmondod a tetteit, akkor nagyon sokszor lehet azt tapasztalni, hogy a narcisztikus megrémül, fél, összeomlik magába, összeomlik benne ez a kialakított hamis világ, ez a hamis énkép, és
minden áron ezt vissza akarja állítani, újra fel akarja építeni, és ezt úgy teszi, hogy te az igazat mondod róla, ő pedig neked áll, hogy te vagy a hibás, te okoztál neki csalódást, tehát már nem is arról beszél, hogy ő mit tett a hozzátartozóiddal, hanem hogy te mit tettél ő vele, hogy romboltad le a hamis világát, és tehát megpróbálja visszaállítani ezt a hamis énképet. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ha tetszett a videó, a két videó együtt, akkor kérlek lájkod, oszd meg, iratkozz fel a csatornámra, és várlak vissza a többi videómra is. Szia, szép estét!